Sziasztok, srác, Kéder vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, és sziasztok, és most ebben a videóban nem más lesz, mint bizony visszajöttünk egy faluban, és most megpróbálunk segíteni a falusiaknak, ugyanis nemrégiben hallottam egy falusitól, hogy vett valami nagyon durva dolgot ebben a faluban, de nem annyira vált be, mint azt, ahogy úgymond a eladó mondta. Szóval visszajöttünk úgymond így ebben a faluban, megpróbálni segíteni a falusiaknak, hogy ne legyenek elvileg átverve. Nem tudom, hogy mi történt, és miért történt, de megpróbálják kideríteni. Szóval elvileg van itt valami bolt, ott is van ugye a bolt, elég nehéz volt megtalálni. Szóval ott is van a bolt, ahol elvileg valami átverések mennek, és nem tudom, hogy hogy van, meg hogy megy, meg minden, de valahogy le kéne tesztelni azt a boltot, hogy egyáltalán hogy működik, vagy mi történik, vagy valami. Hú, oké, nos, hát elsősorban szerintem valahogy így normálisan kéne oda menni. Hello, jó napot, miben segíthetek? Hello. Hallottam, hogy igazából itt nagyon menő dolgokat árulnak, szóval nem tudom, kérnék mondjuk valamit, nem tudom, ami menő és azért nem annyira drága, mert nem tudom, 15 aranyom van. Hát nem tudom, hogy mit. Mik vannak, mik a lehetőségek? Ott van földblokk, mit tud, vagy nem tudom. Azt mondják, hogy ilyen különlegesek, vagy nem tudom. Mire jó, nem tudom, bemenetek körben, de inkább nem megyek be. Gyémánt generátor láda. Wow, oké, hát akkor azt én kérem. Gyémánt generátor láda, és mit tud? Gyémánt generál nekem, vagy mi? Köszönöm szépen, gyémánt generátor láda. Wow! Oké, kíváncsi vagyok, hogy ez milyen. 5 arany? Oké, 1, 2, 3, 4, 5, mondjuk alapból érdekes, hogy 5 aranyat kér ilyen gyémánt generátor árzéi cuccér. És ez akkor ad nekem gyémántot, hogy lerakom, vagy mi? Vagy ez hogy működik, vagy nem tudom. Van bármi különleges képessége, vagy akármi. Ha ügyesen használja, ha ügyesen használom, és hogy kell, jó mindegy, lerakom ide. Lá, hol a gyémánt? Kísérj, hogy gyémánt generátor, de itt nem látok gyémántot. Hol a gyémánt? Nincs benne gyémánt, nem generálódik. Hogy kell csinálni? Ez szerintem hibás. Viszont szerintem hibás. Hát akkor miért adja el nekem, hogyha hibás? Vagy nem tudom. Hát ez így eléggé gáz. Wow. Oké, jól van, hát akkor igazából nincs rá garancia? Dehogy nem. Most komolyan adja nekem hibásként, úgyhogy még nem próbálta ki, és na, kérem vissza akkor az aranyomat legalább. Na, gyerünk szépen, akkor vissza az aranyat. De van iPhone 8172. iPhone 8172? Jól van, és az mit tud? Kérek akkor egy olyat, vagy nem tudom, de mit tud az, vagy nem tudom. Lehet cserélni esetleg amúgy ráadásul? Tehát, hogyha már ez az izé nagyon menő. Hogyha már legalább ez a láda nem működött, akkor legalább érted így ingyen megkapni, vagy nem tudom mennyibe kerül. Bocsi, még nem. Még nem vagyok annyira ideges, hogy nem? Vagy izé, na jó van, mindegy, oké. És ennek mennyi az ára? Legalább iPhone 8172. És ezzel mit tudok? 5 arany, oké. 1, 2, 3, 4, 5. Fú, Isten, nagyon úgy érzem, hogy le vagyok szerintem húzva. Oké, és ezzel mit tudok kezdeni? Ez mire jó? Vagy mi? Mi ez egész? Valami menő dologra jó? Ez még csak nem is egy telefon. Ez még csak nem is működik. iPhone kódjál. Mi? iPhone kódjak? Hogyan? Nem működik! Nem megy, látja? Nem megy! Semmi, ez egy átlagos téglának tűnik nekem. Amire rá van írva, hogy izé, nincs feltöltve. Jó, akkor nem lehetne, hogy feltöltse? Vagy töltőt nem ad mellé? Vagy valami? Mit kezdek én ezzel? Töltőt még nem gyártanak belőle? Aha, jól van. És, jó van. Túl új. Aha, király, és akkor mit érek vele? Na jó, nem, kérem vissza a pénzemet, mind a kettő, nekem ezek nem kellenek, köszönöm. Inkább nem, jó? Tehát, hogy ne csináljuk ezt, kérem. Visszakerüljön is a pénzt, maga is izé, és akkor nem jelentem fel, van gyógyítóvirág. Gyógyítóvirág. Igen, jól van, és akkor ez mire jó? Gyógyítóvirág. Ezzel mit tudok kezdeni? Ez nekem, ez full úgy néz ki, mint egy átlagos random virág. Ez mire jó? Tedd le, leteszem. És ez megsebzett! Ez megsebzett, ez nem is gyógyít! Na jó van! Azért ennyire ne verjél már át engem, hibás! Na jó, add vissza a pénzemet! Add vissza a pénzemet inkább, jó? Tehát ne próbálj meg engem átverni! Nyugi! Na, igen, én teljesen nyugodt vagyok! Kérem vissza szépen a pénzt, amit ezért kifizettem! Odaadom! Nagyon jó! Oké, jól van! Visszaadom! Oké, jól van, láttam! Oké, visszaadod! Na! Hogyha nem adod vissza, most elmegyek a rendőrséghez és feljelentelek! Csak várj egy picit! Aha, oké, jól van, én várok nagyon szívesen. Csak hogyha most nem adod nekem vissza, tudsz figyelni a boltra? Hát jól van, figyelek a boltba. El fogok menni a rendőrségre és sajnálat, és teszek, hogy átvered itt a falusiakat, meg mindenkit, meg ilyenek.
csak szólok, tehát ja, a többi falust is átverted meg minden. Szóval ja, izé, hozom a pénzed, de miért hozza, amikor előbb én odaadtam, mindegy, jól van, oké. Megvárjuk, amikor amíg idehozza a pénzemet, reméljük, hogy most nem fog végre átverni, és végre tényleg betartja a szavát, vagy valami, és ja, ilyesmi. Reméljük, hogy tényleg itt lesz valami, mik vannak még itt, vagy van itt egy földblokk, meg egy medveriasztó. Jaj, de jó, hát ezek biztos, hogy beválhatnak. Jó napot! Jó napot kívánok! Mi a helyzet? Vagy mi van? Nem tudom. Hello, szia, hello, miben segíthetek? Én úgy nem, mit lehet kapni? Én nem vagyok boltos, én csak vigyázok a boltra. Igazából nem tudom, mert itt lehet ilyeneket kapni, de mindgagyi, de mit? Hát mit tudom én, medveriasztó, gyógyítóvirág, iPhone 8172, meg gyémánt generátor. De én helyében nem venném meg, mert mind kamu, tehát hogy a mindet kérem. Mindet, de nem én vagyok a boltos, én nem adhatom szerintem ki magának, szóval jó, mondjuk annyit megtehetek, ez nagyon menő. De kamuk, nem igaziak! Jó, hát mindegy igazából, végül is én csak így itt vagyok, nem tudom, nem én csinálom, szóval tessék, de nekem ez nincsen közöm meg semmi. Szóval ja, na mindegy, nekem nem is kell a pénz, jó, csak ez enyém, király, oké. Jól van, az 64 arany, jól van, én igazából ott hagyom a boltosnak, nekem ez nincs. Tudjátok mind, a 15 aranyat levonom belőle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, nagyon jó. Oké, a többit meg szépen hagyom neki. Nagyon király, oké, és jól van, na most már csak megvárjuk szépen a boltost, és akkor hát remélhetőleg vissza. De igazából most már nem is kell úgy visszaadni a pénzt, szóval igazából tök mindegy. Jól van, szerintem akkor viszont itt így végeztünk is meg minden. Szóval a királyság, jap. Oké, és na, hello. Jó napot, mi a helyzet? Jó napot, hello, sziasztok, hello, mi a helyzet? Rendőr, hölgy, meg izé, vigyáztam a, ő veri át a falusiakat, én, ez a maga boltja, én nekem ez nincs közöm, ott van benne a cucca, amit rabolgat el, micsoda? Hát én nem csináltam semmit, ez ő boltja, azt mondta, hogy vigyázzak rá. Azt mondta, hogy vigyázzak rá, amíg visszahozom a pénzét, meg ilyenek, ja. Én csak izé, ez a tiéd, miért lenne az enyém? Hát nem az enyém! Fú, Istenem, na jó van, hallod, most komolyan így próbált engem átverni? Csalásért, börtönjár, mi az, hogy börtönjár? Ne kezdj engem ütögetni, hagyjál békén, te kezdted ezt az egészet! Ez a tiéd, ez a te boltod, nem az enyém! Istenem, nagyon jó. Jól van, oké, és király, tehát, hogy ez volt így a célod, ne ütöges már, mert itt van a rendőr, jó? A rendőrök előtt nem kéne engem egyébként se ütögetni, jöjjön velem. Na jó, van, de az övé a bolt, ő veri át a falusiakat, esküszöm, hogy nem én. Ennyit rólad. Istenem. Nem hiszem, amúgy köszi a 15 aranyat, haha. Na jó van. Oké, szóval, aha, és most itt be fog engem zárni, most ez komoly? Most ez komoly? Most ez így komoly? Meg a boltom, mi az boltodról? Na boltom, na látod, ki mondta, hogy boltom? Igen. Jó van, nagyszerű. Oké, szóval én de vagyok bezárva. Hát innen nagyon nehéz lesz kijutni, mit nem mondjak. Jó van, oké, és királyság. Hát jó, örvendek, és tényleg köszönöm szépen, hogy így bezártak engem. Nagyon jó, tényleg. Boldog vagyok, tényleg, hogy elvileg én vagyok a rabló, és nem ő. Tényleg, tök jó, tényleg. Hú, Istenem, srácok, hogyha esetleg együtt éreztek valam, akkor legalább dobjatok egy lájkot 3-ra. 1, 2, 3, és aki most dobott egy lájkot, az legalább danista, és együtt érez velem, vagy valami. Haló, kikér menő cuccokat. Hallja, ott adj el a többi cuccot! Ott adj el a többi cuccot, én a helyébe mennék, vagy valami. Nagyon van, amúgy menjünk már innen ki. Nagyon menő börtön volt. Csak vicceltem. Aha, látja? Ott adj el a cuccokat, rendőr, asszony, úrnő, mit tudom én. Itt van, látja? Ott adj el a cuccokat, láttam ám, maga is látta. Maga is látta, hogy adj el a cuccokat, meg minden. Álljon meg, na látja? Amúgy eléggé gagyi a börtöne. Most én álljak meg, vagy ő álljon meg? Ő álljon meg, igen. Na, ez az, mész a dutyiba, ennyi, easy, menjél szépen befele. Nem én, dehogy nem, menjél be, azaz, látja a rendőr, egyből izé, amúgy gagyja a börtöne, na mindegy. Ennyi, nyertünk, király, hú, na szabad vagyok, na ne ütögessél, na szabad vagyok, rendőrnő, minden oké, okay. király, oké, okay, jó, hallója, jól van, hát akkor jó szórakozás, vagy nem tudom. Jó, srácok, szerintem ezt a pénzt amúgy én odaadom a falusiaknak,
és igazából egy nagyjából legalább úgy kárpótól vannak azért, amennyit így elloptak a izék. Hello falusiak, sziasztok! Itt van egy csomó ellopott arany, amit így a izé lopott el a kamucucokkal. Osszátok el a többiek között, hogy valami. Én arról a 15 aranyról most lemondok, legalább hozzájárulok ehhez a király kalantos. Szóval srácok, hogy esetleg tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, meg minden, és hogyha még akartok ilyen videókat, akkor írjátok le a kommentbe. És ja, a következő csatornámon pedig kezdődik a következő videó, szóval nem maradjatok le róla. Azt hiszem, hogyha minden igaz, akkor talán a Dani Minecrafton, vagy a Dani Kalandokon, nem tudom. De majd a premier végén, majd a chatben, majd a moderátorok remélhetőleg kiszpemelik, vagy valami. Szóval ja, kösz szépen srácok, találkozom legközelebb, sziasztok! Kövessétek be a Facebook és Insta oldalamat, hogyha szeretnétek minden hónapban PGT Danis termékeket nyerni, és hogyha folyamatosan akartok értesítéseket kapni a legújabb videóimról, vagy esetleg rólam, hogy mit csinálok, akkor szintúgy megéri bekövetni.